Macskos ájas gyilkos. Most mi van? Ma megy. Nincsenek jövődik? Hallgányom, én elkezdtem felfutni a szobába, azt először nem is tűnt fel, hogy itt egy hull a sarokba. Aha, három hull. Melyik szobába? Á, izénél voltam, várj, ez valahol office-nál van, nem ez a rész, ahol voltam. Jó, de három hull van? Micsoda? Kurva sok három hull van. Három hull van? Ja, várj, én a zöldet találtam meg, én a zöldet találtam meg. Szegény Pisti mindig az első. A zöld az... Pablo, te honnan tudod, hogy elsőnek a Pisti? Nem, én azt mondtam, hogy a zöldet találtam meg, vagy mi? Pablo-tól nem nekem mondtad. Nem, csak nem az első közt van, érted, úgy értem. Aha, ez gyanús. Lehet, hogy kicsit. Na, a office-nak a bal ajtajának, ott a sarkában, ott nem office-on belül, hanem a folyosón. Ott volt a sötétben volt, és én már futottam valami office-ban, nem láttam, hogy merre van a kijárat, azt egyszer csak visszafordulok, és láttam, hogy felvillant ez a report. De általára felé még valakit? Fehér, na, Flex volt velem, izénél. Ott adminnál van az a kapu, tudjátok, ez az ilyen tisztító cumó. Igen. Admin előtt. Na, oda, ott álltunk bent ketten, azt utána... Én tőled paráztam, hogy mondom, bazzeg, megövesz, geci. De mi laboratóriumban mellett van az a show. Hol, de hol voltál? Én fent voltam laboratóriumban. Ja, ott volt Pablo mellettem. Őt láttam. Na, a lényeg az, hogy Flex nem ölt meg. Vagy Ready, vagy Cyber, vagy mindkettő. Vagy Cy. Szóval ez a három ember van nekem. Dávid, te hol volt ez? Mentem Security-ből, elektrikből mentem valaki, de már nem értem. Várj, Security-ból? Security-ból jöttem ki. Hát ha négyen nem lehetünk, akkor vagy Ready, vagy Cy, vagy Cyber. Akkor szavazunk valakire. Szegény. Csabó meg él, akkor Csabó. Csabó, Pablo, miért zárjuk ki? Én a kommunikáció nem Pablo-val egyszer nem találkoztam szerintem. Én is találkoztam a Pablo-val egyszer. Én láttam Halkút is, meg Tonit is. És amúgy tudtam, hogy Pisti halt meg egyből. Várjál csak, ha akkor meghalt, ha akkor ment Ready-vel jobbra, várjuk már srácok. Ha akkor ment Ready-vel jobbra. Nem is jobbra vagyok. Hát te hol vagy? Ez Ready, szóval most dobjuk ki Ready-t. A Ready-vel az elején találkoztam. De nem is jobbra vagyok. De láttam, hogy ha akkorék mentek le. Skippeljünk? Ja, de akkor nem skippeljünk. Ready, szavaz. Hát... Ennyi. Gyárom, most tudtam. Most megyek is az office irodába. Mert ki a másik? Itt szóra az office irodába, csak szóra. Ja, hát akkor. Csak a háros kell.
Ez hol volt? Mi a jellemző, hogy mindig a kábelezés közben bazunk, az utolsót húznám be, akkor találtak valamit. Nekem meg már csak egy kicsi kellett volna, hogy csak annát. Dávid találta, és előttem volt. Nyitottuk az ajtót. De... Én Pablóval végigmentem, és egyszer nem ölt meg, úgyhogy én őt most kizárnám. Ez ki mondja? Ezt Csabó mondja, ugye? Nem, Cyber mondja. Cyber. Amúgy én meg flexre nem számítanék, hogy ő az már... Annyi lehetősége lett volna megölni. Nem volt fény. Még én sem láttam úgy, hogy mellettem ment. Simán megölhetett volna. Akkor ez Csabó igazat van. De nem, hogy lehetnék én vár? Ez meg hogy a picsába jött neked? Ez Pablo, te hol voltál? Fent voltam laboratóriumban. Egyszer egy mondjuk. Pablo kezdjön. Laboratóriumban voltam. Office-ba kezdtem, utána felmentem laboratóriumban. De én együtt mentünk föl laborba. Én kérlek szépen, ugye egyből office-ból kijöttem, ugye lent, az Genyó először tökre eltévedtem, nem tudom, mert storage-ba kellett mennem ott a kannásat ugye betölteni, aztán utána ott a mi ez a dropship mellett jobbra van ott valamilyen ilyen izécumó. Na azt... Nem a rakéta, ott még az előtt. Igen, na ott kellett még baszakodjak, aztán lekapcsolódott a villany, és vissza kellett menjek még storage-ba, mert Geci nem érzékelte, hogy betöltöttem teljes a kannát, és utána még a dropship mellett balra most a kannát töltöttem. Csabú is megölhetett volna már, úgyhogy. Meg amúgy izét is megölhettem volna, már flexet is, hogyha kettesbe vagyunk meg igazából. Akkor, hát Dávid itt volt előttem, de ő lehetett szerintem. Dávid? Én lentről jöttem, kinyitottam mert... az ajtót, júzoltam, a másikat is júzoltam. Honnan jöttél? Kint állt. Honnan jött ti, Dávid? O2-ből vagy? Igen, O2-ből. Ami bal alsó, azt hiszem. Nekem be volt zárva, középről jöttem, lentről jöttem office-ból megálltam, amikor el volt menve a lámpa. Vártam, hogy 10 szeket, senki nem ment megjavítani, mondom, elindulok. Elindultam Electricnél, Electric bejárata el volt zárva, ki kellett nyitnom. Nekem lementem. Is ki kellett nyitnom O2 felől mind a kettő, és egy az ajtót. Na, mert ilyen skippeljünk egyet? Hát... Én Dávidot kidobnám, menj szájt. Akkor nyomjunk rá. Kockáztassuk meg, hát most jobban nem tudunk. Geci, onrandom infók alakján beszélgettek, bazd meg, hogy az van, hogy elképesztő. Azt akkor nyomjunk rá, azt mondja. Hát ennyi. Beszél, bejött? Ha kidobjuk egy csapattársat, akkor kivandom. Hát ilyen, bazd, így nem lehet játszani. Megérzésből, hogy ne lehetne játszani? Szegény Redi most zavaros még. Pablo is amúgy az utolsó pillanatban. Vártok, Háku nem Redivel ment? Hát igen, eszembe jutott, hogy Háku is halott, azt mondom, azt már Redivel volt, hogyha tudtam, hogy Háku vagy Redi az akkor. Persze, Pablo, csak benyomja neked, hogy szerintem ő volt. De igen, és akkor mindenki meg rányom. Őszintén, nekem tippem sem volt, én nem. De hát most egyértem, hogy a Redi meg Háku együtt megy, az valamelyik halott közülük, akkor érted? De neked is az utolsó szegbe kellett veszed, nem mondom, hát mert más hulláról beszéltünk eddig. Mert három hulla volt. Pistit már mikor levágtam az elején, még el sem kezdődött, de már szegény Pisti.